Szeretettel köszöntöm a Törzsasztal kedves nézőit. A most hallható kis előadás nem az én fejemben született meg. Gundel Károly a Vendéglátás művészete című könyvét 1934-ben írta. Azt gondolom, hogy ennek a könyvecskének minden szava ma is aktuális, és hiszem, hogy a jövőben is az lesz. Kérem szépen, ez egy biblia, a mindenkori vendéglátók bibliája. Ebből a gyöngyszemből fogok én ma, és remélhetőleg jó néhány adásban szemezgetni önöknek mindannyiunk okulására. Akkor következzenek Gundel Károly gondolatai. Kétségtelen, nem az a gondja a ma bús és gonterres magyarjának, s derék asszonyának, hogy mit, hogyan süt, főz, s hogyan tálalja fel. Inkább az a gondja, hogy lehetne a mindennapi szűkös falathoz valót megkeresni, s azt a keveset, ami megvan, miként lehet legjobban beosztani a jusson is, maradjon is elvének szem előtt tartásával. Írja Gundel, aki a következő mondataival már optimizmusának is hangot ad. Belátom, hogy voltak, szentül hiszem is, hogy lesznek még jobb idők, mint a mostaniak, de a Jóisten látja lelkem, nem tartom hibának, bűnnek, ma sem olyasmivel foglalkozni, ami egy szebb múltra emlékeztet, vagy egy jobb jövő elgondolásában ringat. Velem született, s úgy látszik gyógyíthatatlan optimizmusom, s a jobb jövőben való töretlen bizalmam serkent régi tradíciók, szokások, szent örökségének elevenen tartására, a jövőnek szóló szép álmok, elgondolások szövegetésére, hogy a kettő, a múlt és a jövő között a kissé szegényes, sovány jelen elviselhetővé váljon, s megelégedve az elérhetővel szépnek tessék. Ne hagyjuk még a ma szegénységekben se elveszni a régi, jobb és szebb idők vívmányait. Ne égessük fel a hidakat magunk mögött. Hiszen ha mi, vagy ha mi már nem érnénk meg, gyermekeink csak vissza akarnak menni abba a gondtalanabb, szebb világba. Kedves Gundel Károly, ezt pontosan én is így gondolom. Nem bűn, ha esőben, viharban, csendes verőfényre, ha éjszaka pirkadásra, ha télben napsugaras nyárra gondolunk. Nem vétkezünk, ha árvíz idején arról gondoskodunk, hogyan is lesz, ha az ár végre eltakarodik. S ha nehéz betegünk van, temetésre gondolunk-e, vagy arra, hogyan fogjuk feltáplálni, talpra állítani, ha felépül. Gondoljunk telünk lelket is megfagyasztó hidegében a tavaszra, melynek előbb-utóbb el kell jönnie, ahogy a háborúban is szeretünk vissza és előre tekintve a békére gondolni. De valahogy hibásnak tűnik az a csapás, amin elindultam, hiszen ez a könyv nem az elérhetetlen, a fényűzést akarja szolgálni. A vendéglátás dolgát, az asztal örömét, a konyha kultuszát igaz, de ezek sem külön-külön, sem együtt járva nem kell, hogy luxust jelentsenek. Talán éppen ezen a ponton találkozik a szakácsművész egyéb művésztársaival legkönnyebben. Hogy nem a használt vagy felhasznált anyag értéke vagy drágasága adja meg a mű értékét. Materiális anyag nélkül csak a literátor vagy a muzsikus alkot. A legszebb papíron is csak ponyva az egyik írás, a legsilányabb papíron nyomva vagy írva is örök életű a másik. A legjobb bőzendorferen a legkiválóbb virtuóz is csak enyhíteti egy rosszonát a gyarlóságát. De a legprimitívebb hangszeren is örök szép az annak született egyszerű kis dal. Ha csak nem kontárkész silányítja tönkre. Faszén darabkával a falusi ház fehérre meszelt falára is művészít firkál az Istentől áldott művész keze. S a legdrágább anyaggal, a legdrágább anyagra csak torzat vetít, kinek nem ecsetet rendelt a kezébe a Jóisten. Az arra hivatott pásztor művész kezében forgatott bicskájával csodát farag botja bunkójából. S a legnemesebb kararai márványból sem lesz szobor a hivatlan vésője alatt. A főzés és sütés tudományának és művészetének sem az a teteje, hogy minden a legjobb, legválogatottabb, legértékesebb anyagból jót és művészit alkossunk. De az sem a rosszból jót varázsolni. A kontár kéz a legnemesebbet is megbecsteleníti. De a művész sem alkothat igazán jót, teljesen kielégítőt, rossz vagy hibás anyagból. Kissé tapogatózva a meghatározásban azt mondhatnám, hogy a szakács művészete az anyagnak, legyen az értékes vagy olcsó, megválogatásában,
a rendelkezésre álló anyagok megfelelő csoportosításában és minden anyagnak a legmegfelelőbb módon való elkészítésében áll. Nem vitatható, hogy az anyagnak kiválósága legalább olyan értékű komponense a fehérasztal örömének, mint az elkészítés klasszisa. Gyengébb anyagot megjavíthat, élvezhetőbbé tehet a szakácsművész keze, de tökéleteset belőle ő sem formálhat. A kontár azonban elronthatja a legnemesebb anyag ízét is. Bizony mondom, művészi magasságokba emelkedhet egy tökéletesen elkészített egyszerű pórias étel, egy borjúpörkölt, egy birkapaprikás, és kimondottan rossz lehet a legfinomabb anyagok felhasználásával készült libamájpástétom is. A jó ételnek sem felfelé, sem lefelé nincs értékhatára. A legolcsóbb anyagból is a legjobbat készít az erre hivatott, s a legdrágábbat is megfosztja minden értékétől a kontár. A legegyszerűbb és legszerényebb konyha is lehet jó. A legsoványabb és legszűkösebb étel is lehet ízletes. Mindent lehet ízlésesen tálalni, s a legfinomabbat is ízléstelenül. Nem az anyagi viszonyokon és a gazdasági jólét magasabb fokán nyugszik tehát a konyhaművészet megmaradása vagy fejlődése. Éppen a mindennapi élet csivársága kell, hogy az élet kis szépségeinek, apró gyönyöreinek keresésére és megtalálására serkentsen. És éppen manapság fokozottabban, mint egyébkor kell megbecsülnünk minden szépséget és minden jót, amit az élet nyújthat. Ha még oly szerény, még oly kicsi is. Soha nem volt annyira igaz Berzsenyi örök életű tanácsa, minden órának leszakaszd a virágát, mint ezekben a virágszegény időkben. Édes Istenem, ha nem jut orchidea, s ha nem virít kertünkben illatos rózsa, örüljünk az erdő szerényen megbújó ibolyájának, a mező egyszerű kis szarkalábjának. Hiszen nem is mindig az étel teszi, az is hogyan terítünk, hogyan adjuk fel az asztalra, de hiába legfőképpen az, ha még oly egyszerű anyagból, hogyan készítettük. Szeretettel, szívvel, kedvel, vagy csak épp hogy meglegyen muszájból. Ó, higgyétek nekem, a szív, kedv, szeretet nélkül készült étel is olyan, mint aki készítette. És ezt a szeretetet, ezt a kedvet, ezt a szívet szeretném belopni, becsempészni mindenkibe, aki kis vagy nagy konyhán, szegényen vagy gazdagon, szerény fazékban vagy ragyogó üsben, spirituszon, gázon vagy egyéb tűzhelyen, olcsó anyagból, vagy legdrágábbból sütfőz családjának, vendégeinek, vagy idegeneknek örömére és gyönyörűségére. Gundel Károly, 1934. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, innen folytatjuk.